Tábla figyelmeztet a jégrelépés veszélyére a Bújtosítónál Nyíregyházán. De nem csak a felhívás miatt életveszélyes a befagyott tóra merészkedni. Sok helyen már olvadásnak indult a jég, de máshol sem biztos, hogy kellő vastagságú. Kellő vastagságot csak a hízásban lévő 12-16 cm vastagságú jég ad a befagyott vízfelületen való tartózkodásra. Ezt a vastagságot a jég akkor éri el, hogy a több napon keresztül tartósan mínusz 10 és mínusz 15 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A korcsolyázásra szánt területet minden esetben a tú üzemeltetője jelöli ki, és csak abban az esetben lehet korcsolyázni, hogyha ez a terület megvan. Hogyha nem jelöl ki az üzemeltető korcsolyázásra alkalmas területet, akkor a víz befagyott vízterületére lépni tilos és életveszélyes. A part közelében, a beszűküléseknél, illetve a sűrű hótakaró alatt a jég rendszerint vékonyabb, néha üreges, ezért könnyebben törik. A katasztrófavédelem szakemberei azt tanácsolják, hogy soha ne egyedül menjünk a jégre, legalább ketten, optimális esetben hárman együtt sportoljunk, így tudunk egymásra figyelni, illetve egymáson segíteni baj esetén. Felhívják arra is a figyelmet, hogy a jégen nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk, ha elesünk, az fokozza a jég beszakadásának esélyét. Ezen kívül érdemes sívottal vagy bottal ellenőrizni az előttünk lévő jég vastagságát, szilárdságát is. Ha gyanús ropogást vagy recsegést hallunk, a legcélra vezetőbb az, hogyha hasra fekszünk a jégen, és próbálunk hason csúszva biztonságos hely felé közlekedni, és segítséget hívunk. Hogyha pedig beszakadna alattunk a jég, akkor kerüljük a heves mozdulatokat, ugyanis ez fokozza a kihűlés veszélyét. A katasztrófavédelem azt tanácsolja, hogy veszély esetén bizonyos szabályok betartása mellett nyújthatunk segítséget másoknak, de ne kezdjünk felelőtlenül mások mentésébe, mert az tetézheti a bajt, hiszen amellett, hogy a saját életünket is kockáztatjuk, további pontokon is beszakadhat a jég. Azt javasolják, ilyenkor azonnal hívjunk segítséget, a katasztrófavédelem egységei búváruhában, mentőkötelek és dugólétrák, valamint gumicsónakok, illetve egyéb speciális felfújható eszközök hordágyak segítségével érkeznek a bajba jutottak mentésére.